hogy nem jól használtam. Mik ezek a furán mozgó izék? Szirének. Szirén a. Majdnem, de szirén. Tehát ilyen fél emberevő izé. Tetszik érteni? Emberevő lény. Embereket hamizik. Nyam-nyam. És mi van? Az a baj, hogy nem tudom. Tehát 250 HP-ja van. Tehát a 250 HP-ra egy 270-et lőttünk. Úgy alapvetően ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen, kérem, kérem kapcsolja ki. De csak nem akarja észrevenni senkit. Boy. De neki már 300! Na jó, ez nettó szemétség. Jó, ő halt. Az a baj, hogy van még egy. Ő! Oké, és már csak egy van. Elvileg. Halt. Hú, baby! Micsoda akció volt itt, ez hölgyek ura. Azt mondja, hogy Inner Sanctum Key. Aha. Jó van akkor. Akkor most lootolok, köszönöm szépen tisztelettel. Volt az a szörny, amiket itt lelőttem? Add ide. Nála is van egy Inner Sanctum Key, meg pénz. Ez milyen jól jött ki most. Az igen, mindenkinél is van minden is. Mentek, mielőtt elfelejtem. Dollár. Kabinetben nincsen semmi. Spoon, nem. Várj, mert itt ezen el tudunk menni ide. Oké. Okay. És valahol még van valaki, csak felrobbant, gondolom. Ő? Nem. A térkép alapján még... Ja, ő, aha. Jók vagyunk. Jók vagyunk. Szép. Gyönyörű, epikus. Abban nincs semmi. Hopp, abba. Mármint, hogy nem a zenekar abba, hanem vagy abba a kabinetba. Igen, és akkor arra, az ott az Inner Sanctum. Aha, Inner Sanctum Key, az ide kellett. Yes. Nyitva. És még egyszer gyors körbenézek, hogy nem marad-e itt valami, de szerintem nem. Oké. Okay. Jó, ami gyors még elintézendő, hogy ezeket szétszedjük, hogy a lőszert megkapjuk belőlük. Protection Fire Resistant 25%-at véd a Fire-re. Az szép. Oké. Okay. Na várjatok, mert itt vannak már megint. Azt mondja, egy legény, meg ott van egy legény. Hüha! Hüha! Meg egy oldalt is vannak. Tehát jó lenne szilenciózni.
Hát az észrevok meg. Ó, hogy rohanna rád a mennyezet. De most ott... De a csaj... De hogy a... Jó. De reagált, sajnos. Bakker. Jó, akkor más megoldás kell. Méghozzá... Igen? Vagy nekiállunk lövöldözni. Az a baj, hogyha ott elkezdünk lövöldözni, ugye ketten vannak, de ott az oldalsó izében van még. És most nem tudom, hogy mi van ott oldalt. Ne akarjál észrevenni. Most mondtam, hogy ne akarjál észrevenni. Vagy azt tudom csinálni, hogy egy ilyen silent lövéssel a hátsót ezt kiszedjük. Úgy. És amikor ő megindul... Ne cigizz, nem egészséges. Akkor lefolytjuk. Oké. Okay. Vittem a cuccot. Egy gyerekek, mi a jó Isten van itt? De most úgy tényleg, tehát hogy nézzétek meg, ott minden hulla. Hulla jó a buli. Check time, azt mondja. Ding. Ziggy. Oké, okay. Nála volt fegyver és dinamit. Ott van egy ilyen tenyér valami a nyomon. Vagy a nyomon, a falon. Tehát van egy tenyér nyom a falon. Nehéz mondat volt, de azért megküzdöttem vele és sikerült. Oké, okay. Ott még van egy... izé. Kabinet. Semmi érdekes, de várj a tetején. De nem, az nem számít. Jó, mentés. És akkor van egy csóka ott bent, aki perverszkedik. Valami előadás son. Bük! Oké. Okay. Kiütöttük. Nem olvastam, hogy milyen kulcs volt a sudaras francba. Ó, oh, kaja. Kapcsoljuk a zenét. Itt vannak székek. A csaj az menekülőre fogta a figurát, vagy... Itt van egy vest. Csak nem tudom fölvenni. Nem, itt van. Sweet freedom. Jó. Azt mondja, hogy fegyverek lebont. Úgy, most már van a helyem elvinni ezt a vestet. Ezeket jó elvinni, mert el lehet adni jó pénzért. Valami 18 dollár, vagy mennyiket adogatott érte? Az azért nem olyan rossz. Jó, itt ennyi. Itt ennyi. Mentés, és akkor valószínűleg ott a megoldás, vagy továbbjutásunk kulcsa, az ez itt. Valahogy. Nem tudok vele interaktálni. Vagy erre fölfelé? Fölfelé és oldalra? És hát, ha itt van valami? Ó! Oh. Szerintem ezzel nyitottuk ki azt az ajtót, amit ott néztem az előbb, a kezest. Igen, ezt ki tudj... Apá! Széjjel rúgom a cella oldalát. Jó, azt ki tudtam a kulcssal nyitni, úgyhogy fel tudtuk venni a cuccost. Királyságosságos. Elképesztően karatéba vagyok. Tévedtem. Nem, ez volt itt eddig? Vagy nem volt itt eddig? Vagy... Az ajtó még nem nyílt ki. Három kell! Látjátok, három kavics volt ott előtte a kéznyom alatti részen. Most egy lement, úgyhogy még van kettő ilyen switch valahol. Kemény vagy csoki.
Én ne lennék kemény. Na figyelj, figyelj, figyelj. Figyeljünk oda. Mentsünk egyet. Annyira figyeljünk, hogy mentsünk egyet. Oké, a protektornál vagy ki az atya úristen, és semmi nem volt a hullájában. Ott három pöttyöt látok. Aha, de most az a probléma, hogy... Aha. Ne vegyél észre, ne vegyél észre. Észrevesz. Észrevett. Oda föl kéne hajintani valamit. Lehet, hogy föl kéne hajintani egy dinamitot nekik ajándékba. Hogy így, ha, ajándék! Nyomjad nekik! Azok kapták! Megúszta? Azt mondja, hogy ú, itt van egy hármas pisztollá. Ezt a hármas pisztollát nem lebontani fogjuk, csak mondom. Mert hogy van már egy ilyenünk, ugye ezt használom. Ha minden igaz. Már pedig minden igaz. Úgyhogy azt... beszéljünk csak ő vele. Show equipment, yes, és akkor adjuk oda neki ezt a pisztolyt. Szóval transfer, yes. És akkor... De miért nem azt használja? Hogy tudom beállítani, hogy azt használja? Vegyem el ezt tőle? Hogy take. De most akkor késsel van. Most jó. Mondani kellett neki, hogy azt használja. Jó, nálam is itt van a pisztolyom. Kiváló. Oké. Ezt a pisztolyt viszont le is tudjuk bontani, meg a shotit, meg ezt. Úgy. Oké. Most már jobb fegyvere van a társunknak, úgyhogy tud nagyokat rakni. Ó, ott szemben valaki van. Bridge Control Key. Aha, olyanunk is volt ezek szerint. És bent is volt egy Bridge Control Key, egy cigaretta. Itt van az cucc, amit meg kell használnunk kell. Ebben van egy ilyen, meg egy ilyen. És most leengedte a hidat, ugye? Az a férjünk? Free your husband. Megvan a férj. És mi van ott lent amúgy? Patkányok? Vagy mi az Isten? Ő az! Megvan! Alonzo Bell! Spirits of mercy, you came, a betting band and a gun, thought you never have, thought that never have to see the day you were very woman. Igen, bounty hunter, ugye nem, abban bízott, hogy soha többet nem kell a cuccaikat használni. Let's get out of here quick, I know you want the bastard shared blood, but it won't bring our huck back.
ugye a fiunkat ölték meg a játék legis legelején, és ugye tudja, hogy a bosszúra szomjazunk, de az nem hozza vissza a fiunkat. All I want is fresh air, something sweet on the wind. Can you give me that? Persze, menekülj! Escort your husband out of the quarry. Szerintem miért érzem azt, hogy ez nem olyan egyszerű? De én ott még azt az ajtót ki akarom nyitni. Gyerekek, tehát hogy... Most ezt elrontottuk ezzel, hogy ide jöttünk hamarabb? Én azt az ajtót ott ki akarom nyitni, ahol a harmadik izét is meg kell ilyen húzni, gondolom én. Hogy kinyissuk azt az ajtót, vagy tudja, hogy... Nem, nem tűnt el a kavics. Én arra akarok menni. Én azt ott arra... Mit kell csinálni, hogy arra menjek? Chat? Tudja valaki? Ezt kikapcsoltam már egyszer, jó? Légy szíves. Tudja valaki, hogy mi a szituáció? Én nem tudom, mert Stronghold elzavart. Elzavart. Viszont, hogy elzavart. Mi van? Mert hogy nyitottuk volna ki azt? Most csak gyorsan végignézem, hogy lett-e volna még valami opciónk valamerre menni, de szerintem nem. Tehát lehet, hogy vagy vissza kell jönni, vagy... Nem tudom. Nem látom a... alternatívát, hogy így mondjam. Mondjuk itt le tudunk menni, de akkor lejövünk a patkányokhoz. Ami azért jó, mert tehát egyrészt nem látok semmit. Én most gyorsan itt végig szaladok, hogy van egy... Megtámadtak a patkányok. Patkánytámadás van. Hagyjuk ott a patkányokat. Ja, értem. Értem, Stronghold, jó van. Na várjatok, miért van? Szóval azt akartam kérdezni, hogy látjátok az ikonját a mini térképen. A szürkével ott három dolognak? Az mi a manó? Három kör van. Az, akiket... Jó, hogy ők még élnek, nem pedig izé meghaltak, hanem csak ki vannak ütve. Oké, értem. Tiszta hülye vagyok. Jó, akkor viszont nem tudom, tényleg menjünk ki. Kivezetjük a teremből, úgymond a... Féri urunkat, ezt meg itt hagytam, hála Imhotepnek. Igen, és akkor arra kellett menni, és az a ki. Te nem jutottál messzire, hogy szóljak így bele. Jó, go out. Mindenki felébredt most ettől a hangtól. Oké, megérkezett a Marshall, aki ugye üzen nekünk. Úgy látszik, hogy elkéstem a buliból. Got your relay, Sheriff. Fine work. You're that bounty hunter, unless I'm mistaken. Ő a Marshall Trogon. Consider me friend. Looks like you smoked out them still waters and their traffic operation nicely. Could have done better myself. And Shelby Cross,
If that flesh is still alive, well, let the bounty board do its work. I put such a high price on his head that folks coming from Ridgeback Wilds to claim it. Ugye, hatalmas vérdíjat akar a Shelby fejére kitűzni. It's high time you get home, bounty hunter. Any other loose ends I'm missing? Tell him Sheriff Albright is a siren. Nem, azt nem mondjuk el. Well, these folks, again, hope, thank you kindly. Ők átveszik innen. You're good woman, good friend, I own you. Tartozik nekünk egyel. Oké, okay. Na de most ott azon az ajtón be lehetett volna jutni? Chat, nekem valaki ezt mondja, mert nem fogok tudni aludni. Ott, ahol az a kéz volt az ajtón, ott még mögötte láttam, hogy vannak izény. Mondjátok már, ott így emberek, csak nem tudtunk oda bejutni. Na mindeközben ugye visszatértünk. Ez nem a mi házunk, vagy de? De, ez a mi farmunknál. Alonzóval visszatértünk. A hideg sokkal hűvösebb. Nem akart tovább. Micsoda? All this rage, Jane. Where am I supposed to put it? Hogy mit tegyen azzal a sok dűvel, ami van benne. Ha tudnám, mondanám, de jelenleg a Farka Primert próbálom végre kipörgetni, úgyhogy én nem tartok itt. Á, értem. És nincs itt Hirks mester, hogy esetleg tudná. Azt mondja, hogy hallgassunk, vagy complete him, justice has been done. There isn't anything left to say. It's no justice in it, Jane. It's no justice here. Herd's gonna follow me a ghost long as I live. A hollering wind rolls across the graves. Your son might be gone, but at least you got your sweetheart back. Too bad that siren gave you the slip. But with the sheriff on your side, maybe you can track him down. There's hope yet. There's hope yet. Oh! És akkor ez volt a sztoria a csajnak, a Bounty Hunter Journey Completed. Na de várjál, itt azt mondja, hogy didn't take along Albright's deputy, discovered the Major Weeks secret, liberated captives from Big Clutch Mine, accepted Sheriff Albright's help to save your sweetheart, kept Sheriff Albright's secret safe from the Marshal. Igen. Sheriff Albright made it through alive. Let the bastard Shelby Cross go free. Haj, de ez az, hogy azt nem akartam. Ott van, hogy engedtük, hogy a Shelby szabadon menjen, vagy hát, hogy túlélje. Én ezt nem akartam. Tehát valahogy meg lehet ölni a Shelbyt. Banyek. Akkor most visszatölt. Akkor nem megyünk tovább. Akkor ott be kell jutnunk valahogy. Tehát mielőtt ott... Jó. A Shelbyt, ezt meg kell ölni, a mocskot. Várjál, nem megyünk oda. Nem szabadítjuk ki még a férjünket. Tehát oda még nem megyünk. Azt fogjuk csinálni, megpróbálom berobbantani azt az ajtót, vagy én nem tudom. Bár Unbreakable Doornak írja, de you never know. De most ezt... Hogy az Istenben nyissam ki? De miért akarom ölni a boss-t? A gonosztot.
Hát valaki, valaki segítsen, hát dráma van. Konkrétan meghűlök, hát hogy kell kinyitni? Mit nem találtam meg? El kell fújni az összes gyertyát. Valamitől lement ott az egyik ilyen izé, vagy én nem tudom, vagy csak én emlékeztem, úgyhogy az ott... Akkor meggyújtom. Lehet, hogy fény kell neki. Van valahol egy leszakadt vasúti sín, ahol át lehet ugrani egy platformra. Aha. 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 De ide eljutottunk. Itt voltunk. Itt volt ez a... Itt volt ez. De ezzel nem történt semmi. Mit csinál az a switch? Most már ezt se tudom. Vagy ezt se értem. Azt hittem az nyitja ezt az azt az egyik izét. De, jól látom, látjátok? Most hogy három kavics van fönt. Ergo... Ha ezt benyomom... Akkor elvileg a háromból ott az egyik lemegy. Így is van. Így is van. Mi van, ha visszazárjuk a férj urat, hogy így mondjam. Na ugye ott volt a másik ilyen kapcsoló, vagy mi. Legalábbis én máshol nem láttam. Ezt a kettőt tudjuk. Szia Veldur, hello hello. Ja, hogy már ennyi az idő. Aj, a fene vinni el. De jó lenne, ha most tudna valaki segíteni. De ez nem az, mert ez a... Hát lehet, hogyha ezt bezárjuk, vagy felhajtjuk, akkor... Akkor jó lesz. Hát ha ezt nekem kiguglizi valaki, azt megköszönném. Nem, nem lett jó. Ez nem segíten. Ahol kimentetted a férjed, van egy platform, ahova átugorhatsz jobbra. Aha, oké. Okay. Ahol van a férjünk, jobbra átugorhatunk. Állítólag. Ah, de hogy a hídról. Várjál. Ezt már átnéztem. Ja, látom! Arra! Aha! Aha! Látom! De ahhoz ide mindenféleképpen át kellett jönni. De nem ugrott át! Hát ez hülye. Hát ezt hogy ugorjak akkor át? Most jó. Aha. Aha. Kettő. Jó, és akkor hol a harmadik? Most nem érdekel, most már megeszem itt ezt a izét. És hol lehet a harmadik? Mert akkor kell még egynek lenni ezek szerint. Gondolom egyel visszább. Kell nézelődni. Még egy kell, aha.
Van-e itt esetleg valami titkos dolog? Nem látom. A kettő? Hol lehet a harmadik banyek? Még egy kell. Szerintem az akkor visszább az elejé felé. Most már nézem, hogy hova lehet ugrani, vagy csinálni valamit. Mire az elején lett volna? Ó, itt van egy láda amúgy. Volt benne egy kis pénz. Itt a legelején én nem látok semmi olyat. Sajna bajna. Nem. Oké, ha az elsőt meg tudjátok mondani még, az nagy help lenne. És tényleg nagyon meg akarnám kuttyantani a bosst. Ott van! Beugorja. De látom, ott van. Ez fixen azaz. Csak hogy ugrok oda? Át. Onnan föl és úgy, vagy innen átugrana, csak béna vagyok. Ha ide felugrok, itt nem fogok tudni fölmenni. Úgy oda kéne tolni valamit, de hát nem lehet tolni semmit. Várjál csak, várjál. Ó, nézd már. Még jó, hogy visszatöltöttek, most már elmentek. Jó, megvan, hogy hol van az utolsó, csak nem tudom. Nem tudok oda felugrani. Tehát oda kéne tennünk mondjuk egy TNT-s dobozt, vagy valamit. Hogy fel tudjak menni oda. Nem tudom, hogy mi az, honnan tudnék mozgatni akármit is. Innen. Ez rohadt messze van. De ott van az utolsó, az fixon, az még ott van mellette a kavics is. Csak hogy jutunk oda föl? A skill fejlesztés az utolsó ugrás. Ha, na mondjuk az nem butaság, csak az a baj. 10%-kal magasabbra és kevesebb fordul, csak nincsen kártyám. Nem már. Nem már, hogy ezen múljon. Én megbolondulok, ha ezen múlik. Komolyan mondom, hazamegyek, pedig itthon vagyok. Nem lehet ezt megfogni, de... na várjál. Mielőtt pánikolnánk. Hát ha a dobozról, ládikóról, izéről, ordóról. Amúgy volt benne lőszer. Nem lehet ráugrani. Hát ez mi ez a hülyeség?
Rá akarnék ugrani és fölveszi. Aha. Nem, mondom, nem jó. Nem elég jó. Nem hiszem el. Ezt én nem hiszem. Nem már, én oda, hát nem már. Lőjek bele a leverbe? Az is működik. Zsebe. Te maga vagy a zsenialitás a mesterfokon. Hát 2 millió IQ. Hogy ez nekem amúgy nem jutott eszembe, arról most ezt már engedjük el, de... Megmentetted a haza becsületét. Maradjunk ennyibe. Nagyon szép. Na most itt van velünk a férjünk, de mennyire fog valami megdögleni, hogyha mi itt bemegyünk harcolni? Az igen. Eszembe nem jutott a lövés. Eszembe nem jutott a lövés. Na lássuk, mi a szitu. Fogja meg a gyertyákat. Tükörből látja, hogy jövök? Ja Istenem, Miss Daisy! Hello, hello! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 28. hónap Tier 2, te jó ég! Pörögjenek a hype-ok Miss Daisy-nek. Hello, hello! Csak egy tipp volt, zseniális tipp volt, de tényleg. Megmentetted a haza becsületét, de tényleg. Elképesztő nagy vagy. Mi újság, Miss Daisy? Csak beugrott a munka után, hogy megköszönjem a 28-at. Sőt, 28 hónapnyi, sőt több kontentet és kedvességet, ne viccelj, én köszönöm. Várjátok meg, mielőtt oda bemennénk, a terem másik végébe is itt így elnézek. Több ok miatt, egyrészt van itt egy ilyen, van itt egy láda. Oh. Oh. És itt föl lehet menni, az nagyon vicces lenne innen nem merényelni őket, nem? Na jó, valószínűleg ez huncut lesz. De let's do it. Oké. Ketten vannak. Van egy őrjáratozó valaki. Ez az ágyuk. Ez jó. Biztos romantikus. Az egyik ott ül az asztalnál. Where are you, Cross? Ott van velünk szembe. Ott nagyon meghaltam. Ott nagyon meghaltam. Pedig a taktikám nagyon jó volt, le sokkoltam őket, és utána rájuk robbantottam a világot is. Csak hát meghaltam én is. Jó, semmi baj. Semmi baj. Újra vesszük. Könyvet vittem, igen. Nem tudjuk megbeszélni inkább? Thank you.
Azt mi az Isten volt. Aha. Ő átalakult, finoman szólva. Ne! Nagyot rak a csávó. De a kulcsot vittem. Ó, most alakult át! Ojaj. Le akart kábítani. Nem már. Ott harcolnak a barátaim, a férj meg a mit tudom én kicsoda a másik, és a férjemet sikerült lelőni. Úgyhogy most kezdhetem előről. Nem lehet neki mondani, hogy húzzon a francba. És azért lement a reputációm, ugye, mert megöltem a férjt. Nem már! Szia bocma, hello hello! Ez így nagyon megnehezíti, hogy a férj itt van velünk. Ez nagyon megnehezíti sajnos. Jesus Christ. Jó, a Pamela megvan. Nem rak túl nagyot ez a soti. Ott a kritikál. Átalakult. Most kéne ügyesnek lenni. Hova megy? Na nem! Azt meg ne próbált, hogy elmenekülsz. Jesus! Pisztoly! Reload! Fél HP alatt van a férj. Ne?
Nem kell neki sok. Nekem se. Meghalt? Meghalt! Hú! Megdöglött. Meg lehetett volna még egyszer sokkolni. Ott a Silver Machete. Úristen, micsoda fight volt itt a végén. Itt már nem érdekelt, megmondom őszintén, hogy mennyi HP töltőt, meg ilyeneket használunk kell, mert ez a legvége, ugye? Hú, baby! Ez igen. Ez igen, tele is van az inventory, mint az állat. Viszont... akkor ezt fogom equipelni, és ezt lebontom. Ja nem, ezt nem tudom ledobni. Akkor ledobtam, jó? Nem, nem dobjuk le. Vagy... nem, mint hogyha számítana, de most már értitek. Nem kell a kukorica. Úgy. Add ide a macsétét. Úgy, oké. Okay. Bookshelves, igen. Még itt azért szétnézünk, hogy mi van itt. Az nem annyira érdekel. Prison Gateshez van egy kulcs. Tányér. Igen. Nimbhead, az amúgy sokat ér, csak mondom, ezt vinném. Alapvető... Lockpick kéne, ahol ez három kell hozzá. Ne! Itt van a Silver Chest. Mennyi lockpicked van? Kettő. A francba. Hát ez nettó szemétség. Adj egy lockpicket, itt játék, empty battle. Az bezzeg, van üres izé. Egy lockpicket nem adnál. Collected visions of the initiates. Aha, persze, te szemétfejű. Itt van a loot, és nem tudom. Ha, jó, semmi baj. Semmi baj, ne legyünk terhetetlenek. Megöltük a Shelby-t. Ott van. Shelby Cross hullája. It's over. It's over, man! Jó. Kár azért a ládikóért ott a legvégén, azért azt ti is érzitek, hogy az ugye az embernek nem egy teljes sikerélményt ad, de nem baj, nem baj, veszett már több is. Let's go out and let's go free. Oké, okay, igen, ezt a beszélgetést az előbb már lejátszottuk, ugyanazt fogom választani, hogy csöndbe maradok, és nem mondom el, hogy ő is szirén, mert amúgy jó fej volt a csajszi. A Silver Chest-be tuti valami epic loot volt. Á, nem. És itt is... hát mondjuk már igazából nincs mit mondani. Most mondjuk a másikat. There isn't anything left to say. És akkor ezzel vége. Megvan a revancs. Your sheriff friend won't soon forget you keeping her secret safe neither. Who said bounty hunters was scum? És akkor így már egy picit másabb a történet befejezése. Így megvan a bosszú. Ott van Killed the Bastard Shelby Cross, ending Stillwater's Reign of Terror. Ezzel a Stillwater-i terrort és az elnyomást megszüntettük. Yes! És most
hogy ott van a izé csávó, aha. Hamarosan megtudod. És a marking a következő karakterre. Tam 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 tam. Valahol a fura nyugaton. Abducted, cursed. Your new body will horrify all comers. You want to find out who you once were. You might have to uncover some old wounds. And risk opening new ones. Oh, mommy. Mi az atya úristen folyik itt? A root boszorka. Another soul for you, tree. A fának ad egy lelket. Aha. Idd meg. Keep it trapped with the rest of these bacon slabs. And you, my brand new snout. Your special case. The rest of you mud lovers, go on. Get. You swine smell like mud and shit. Aha, nagyon jó. Disznó fejű, mit tudom én, micsodák ezek, és mi is azok leszünk, csak mondom. Now what's going to happen now? The world will fret you like a monster, exactly what you deserve. Now, Joe, get over here and unite our new friend. Untie our new fan. I can't stand this smell one second longer. Ta-ta-tam. This fucking lady, azt mondja a fa. I ain't your personal pig spirit dumpster, get it. Curse you don't. Of course you don't. Can hear me, nobody can. Wish somebody would just kill me and get it over with. This ain't no life worth living. Console the tree, maybe you can help. Talán tudunk segíteni. Talán tudunk segíteni. Halljuk a fát, gyerekek, halljuk a fákat. Hát van az a drogmennyiség állítólag, ami... Szóval, igen, tudok beszélni a fákkal. I knew there was something different about you. The brand you got. I could take your soul like the rest of these. But wait, you think you can help kill me? Talán tudunk segíteni megölni őt? It's all I want. Csak azt szeretné, hogy meghalljon. Jézus Máriám. Igen, elfáradt. Igen, csak szeretne búcsút mondani. És mit kapok én a buliból? Vagy hogy ölöm meg? Bosszút. You can, you kill me, then these sorry pig fucks can get their souls back. Oh. The roof, you just ruined your life. You can ruin hers back. Aha. So here's the deal. To kill me, you got to burn my three tap roots. Aha, három gyökerét kell leégetni ahhoz, hogy megöljük őt. A probléma az az, hogy nem tudja, hogy hol van ez a három cucc. Meg kell találnunk őket magunktól. És oda kell mennünk, ami a saját lábunkon, ami neki ugye nincs. Itt jön Joe, ő tud segíteni, ha valaki meg tudja találni a gyökereinket, az ő, mint az ő gyökereit. Jó, oké. Itt van Joe, Pigman Joe.
Nem Pigment, hanem Pigman, a malac ember Joe. Keep your voice down, else try burning house, burn ground. I saw that brand when you came in. You can... Save for dialogue. Meet me at the campsite at the center of Pig Eater Bog. Oké, és akkor elenged minket. Jó. Well now, let's see if we got this straight. A witch named Ruth, who turns men into monsters, a suicidal tree holding the souls of all pigmen, and a talking snout who wants to meet for a swampside chat. That about the size of it? Alapvetően felvázolta a bácsi a szituációt. Egy boszorka elkapott minket, aki az embereket szörnyekké változtatja, és oda kötözött minket egy önmagát a halálba kívánó fának a gyökeréhez. Majd jött egy malacember, aki kiszabadított minket, és mondta, hogy találkozzunk vele, és beszélgessünk arról, hogy mi lehet a megoldás. Ezen a elképesztő fordulaton hagyjuk abba ma. Fű! Hát, hogy, mit mondjak nektek? Elég erős váltás a Bounty Hunter után a malacember. Tehát, hogy finoman szólva különböznek valószínűleg, de meg fogjuk nézni, hogy mit tud a malacember is. Viszont mára elbúcsúzom. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok. Remélem élveztétek azért ezt a game-et és streamet, ha ilyen kis csendesen is voltatok, mint a mai nap folyamán. Holnapi nap nem 100%, hogy fogok tudni jönni, mert finoman szólva is hosszú lesz a nap, úgyhogy kicsit bánom is, hogy ennyire elhúzódott a mai stream, de ez van, nem baj, ettől függetlenül be akartam már akkor fejezni a Bounty Hunter missziót, és nyilván visszatöltöttük, hogy a gonoszt megöljük. Köszönöm szépen, hogy voltatok, köszönöm a támogatásokat, követést, mindent, találkozunk remélhetőleg holnap este, de legkésőbb csütörtök este. Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jó kitartást, jó pihenést, sziasztok!